Megköszönik a közönség biztatását a Sunshine Ikse játékosai a feljutásról döntő osztályozó torna utolsó mérkőzését követően. A nyíregyháziak a Budafok mögött a második helyen zártak, így június közepén úgy tűnt, hogy marad a csapat az NB2-ben. Az NB1-ben zöldcsoport mezőnyét alkotó együttesek közül azonban a török bálinti Elite Basket nem nevezett a bajnokságra a július 15-i határidőig, így a szövetség a Sunshine Iksét kérte fel a megüresedett hely betöltésére. Az egyesület elnöke szerint több éves álom várt valóra. 7 évvel ezelőtt egy fiatal juniorból, úgymond idézőjelben kiöregedett gárdával indult el a csapat, és így indultunk az NB2-ben, még ha jól emlékszem, október-novemberben indultunk el talán, tehát késve adtuk le a nevezést is, és azt befogadták, és talán már második-harmadik évtől olyan sikerek voltak, amely bronzérem, ezüstérem, majd a Final Four-ban való részvétel már tavaly. Tehát szépen lassan érezhető volt, hogy a befektetett munka, a befektetett energia, az most már ad az érre sodort minket, és oda juttatott minket, és ezzel, hogy mikor nyílik lehetőség, azt mondják egyébként, hogy sokkal nehezebb 50-60 csapat közül feljutni, mint mondjuk már fent az NB1B zöld csoportjában adott esetben egy-két csapatot megverve bent maradni, de hát kíváncsian várjuk majd, hogy hogyan sikerül ez a szereplés nekünk. A Sunshine Ikse játékos keretét az elmúlt években nyíregyházi vagy a városhoz kötődő kosarasok alkották. Az egyesület a jövőben sem szeretne eltérni ettől az irányvonaltól. Nyilván a játékosoknak is valamivel több és minőségibb edzésre van szükség. Nem kell elfelejteni, hogy a játékosok többségét még mindig vagy tanul, vagy pedig már komolyan dolgozik és családalapításon is túl van. Tehát, hogy ezekkel összeegyeztetni, egy kicsit magasabb vagy több edzést biztosítani, illetve egy-két játékost frissíteni, az egy kihívás. Ugyanakkor az utánpótlás is egy nagyon fontos tényezője az indulásnak, hiszen U20-as csapatot kell üzemeltetni, ezért nyilván számítunk arra, hogy akár egy együttműködés keretében más egyesülettel közreműködve a mi U18-asainkat is felhozva, felerősítve az U20-ba is megálljuk a helyünket, és U20-as játékosokat is tudjunk biztosítani. Többek között a pályán is lenni kell mindig egy U20-as korosztályú játékosnak. Ez tovább nehezíti a feladatot, hiszen őket be kell integrálni egy ilyen minőségű, egy ilyen színvonalú bajnokságba. A zöld csoportban többek között olyan nagymúltú csapatok ellen is pályára lépnek majd a nyíregyháziak, mint a Tiszaújváros, a Bonyhád, a Hódmezővásárhely és a MEAFS Miskolc. A Sunshine Ikse augusztus 8-án kezdi el a felkészülést a következő szezonra.